Szerdán rendes éves közgyűlését tartotta az Alba Volán SC. Az Egyesület hazánkban öt tusa és hékkorong nagy hatalom. Ezt tudtuk eddig is, de a beszámolók is alátámasztották mindezt. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a sikerek ellenére a gazdasági helyzet miatt a klub évről évre kemény harcot folytat azért, hogy anyagilag is rendben legyen. Igaz? Ez sikerrel teszi. Az Alba Volán SC elnöke Csáder Dezső a klub sikereinek egyik kulcsát a csapat munkában látja. Ez a sportklub a, a az elmúlt évtizedekben mindig arról volt híres, hogy a kihívásoknak mindig csapatmunkával felelt meg. Én azt gondolom, hogy a beszámolóból jól tükröződött, hogy Magyarország egyik legsikeresebb sportklubja, öttusai sékkorong tekintetében. Nagyon kemény munkának kell mögötte lenni ahhoz, hogy ehhez a megfelelő feltételeket megteremtsük. Elnökségi üléseken nagyon sokszor nehezen fogalmazzuk meg, hogy egyre nehezebben találunk szponzorokat. Az ötusázók a Székesfehérvári Junior EB-re, illetve az előttük álló további világversenyekre, köztük az olimpiára készülnek. A jégkorong szakosztálynál ezek a hetek a háttérmunkáról, a keret jövő kialakításáról szólnak elsősorban. Az Apa Fehérvár AV19 büdzséjén is van mit foltozni. Így jól jön a csapatnak, hogy idén végre pénzt kaphat a közvetítési jogokért. A hoki helyzetéről Ocskai Gábor beszélt. Szeretnénk a fejvári közönségnek elsősorban, de a magyar ékorong szurkolóknak egy olyan csapatta előállni majd, amelyik méltóképpen tudja képviselni Fehérvárt. A magyar ékorongot az osztrák ligába is el tudja érni azt a célkitűzést, hogy playoff helyen végezzen. Jelen pillanatban elég komoly gondjaink vannak. Ez a többször elhangzott másfél éves akadémiai működtetési költségeket a jégkorong szakosztály vitte. Ennek egy része most jelent meg kiemelkedően, ez kb. 80-90 millió forint, ami nyom bennünket. Én optimista vagyok, és remélem azt, hogy meg fogjuk tudni hozdani ezt a helyzetet. Most először fordult elő az, hogy gyakorlatilag több csatorna is érdeklődik a közvetítési jogaink iránt. Én remélem, hogy mindkét fél, jól fog rá járni majd ebből a szerződésből, ez is várhatóan június hónapban véglegesedik. Látható tehát, hogyha nagy küzdelem árán is, de kiváló eredményekkel halmozza el Székesfehérvárt és Magyarországot az Alba Volán SC, és reméljük, ez még hosszú évekig így marad.